Milyen sármasak vagyunk ma. Hú, köszönöm. Ne udvarolj, zavarba hozzol. Az a cél. Jó anyag lesz. Üdvözlők a kedves nézők. Annyira be vagyok pörögve, hogy a szörnyű. Most, hogy Csabot Adél elvette a stand-upomat, a Mozaik Online nézitek, Adél, köszöntelek itt mellettem. Hát hogy megnőttél? Hát, de hogy nőttem, ne? Ez a magas sarkocipő előnye, hogy az ember ilyenkor így mindig magasabb, mint a többi ember. Na figyelj, rögtön egy olyan kérdésre kezdeném, amire nem biztos, hogy te tudsz válaszolni, azért próbáljuk meg, hogy múlt héten ugye a bulvárban lejött, hogy te mennyire beteg vagy, ehhez képest a kisfilmben hál' Istennek nem erről szólt, valamint a műsorban sem jött ez szóba. Ez egy tovább lépés már így az X-faktorban, hogy ezt a betegséget ezt hagyjuk, hogyha a produkció teljesen tökéletes. Igazából nem is szerettük volna ezt annyira szétkörtölni, hogy mennyire beteg vagyok, meg mennyire nem, mert úgy gondoltam, hogy semmi nem állíthat meg annak érdekében. Tehát, hogy azért a célért, hogy én jól teljesítsek szombat este, és tehát igazából nem is akartam ennyire így körülvenni, vagy így jól megrágni ezt a dolgot, mert azzal is csak bevonzottam volna magamba ezeket a rossz érzéseket, és ezért nem is arról szól, hiszen tényleg a koreográfia, meg a dal lüktetése, meg így minden így elvitte azt, hogy akkor én most beteg vagyok. Hát nem érdekel az senkit, hogy én beteg vagyok, az a lényeg, hogy a szombat este jól legyen, és ezt én is úgy gondoltam, hiszen ahogy felálltam a színpadra, elfelejtettem azt, hogy pár napon keresztül én betegeskedtem, és tényleg egy hang nem jött ki a torkomon, mert ott így annak éltem, hogy itt ez most sikerülnie kell, és hát reméljük, hogy mások is ezt gondolják, de én gondolom, hogy sikerült. Hát remélem egyébként ez a vélemény majd eljut másokhoz is, akik mondjuk a betegség mögé burkolóznak, hogyha valami nem olyan tökéletes. Na hát neked mentorod Malek Miki, mi az a plusz, amit ő hozzá tud adni ahhoz, amit mondjuk a többiek nem tudnak, hiszen ugye a többi mentor sokkal inkább végigjárta itt Magyarországon ezt az énekesi pályát, míg mondjuk Miki inkább talán a színpad képhez, vagy mihez tud hozzászólni. Igazából szerintem mind a négy mentor tud segíteni a mentoráltjainak, és én bár mindegyiket nagyon tisztelem, én nagyon örültem annak, hogy a Malek Miklós lett az én mentorom. Én tudom azt, hogy ő ebbe a szakmában nagyon jó, és azt, hogy rengeteget tud nekem segíteni. És ahogy elmondtad, nem, tehát hogy színpadi látványban is akár, tehát hogy így igen, hogy úgy összeálljon, és így komplex legyen az egész a mozgásban, az öltözékben, és nyilván nem utolsó sorban az éneklésben nagyon-nagyon sokat tud segíteni nekünk. Mindenben tényleg. A kis tanácsai valamit, ami neki ott megvan, hiszen ő tapasztalt ember, ő tudja már, hogy mi fenterem az alma. Van ilyen kifejezés? Most már van. Igen, miből lesz a cserebogá? Szóval, hogy igen, tényleg nagyon-nagyon sokat tud segíteni nekünk mindenféle területen. Na most engedtem most ezen a héten az olvasóinak, nézőinek, hogy kérdezhessenek, és szemezgettem belőle egy kérdést, így hozzád is szegezek egyet, hiszen ezt nagyjából én is feltettem volna, hiszen a Noidu Noici Luftballon óta azt figyelem, hogy te mindig ilyen életvidám vagy a színpadon. Mikor voltál utoljára szomorú, egyáltalán tudsz te haragudni vagy veszekedni másokkal? Igazából tudok, de hogy ilyen nagyon végletekbe menő ez a dolog. Én tényleg vagy nagyon-nagyon boldog vagyok, és ilyen kicsattanó öröm lakozik bennem, vagy egyszerűen ilyen nagyon szomorú és nagyon bánatos, de hogy így igazából köztes állapot az nagyon ritka. Én tényleg ilyen vagyok. Nem tudom, hogy ez jó-e vagy rossz, de hogy így én ilyen vagyok. De hogy ritkán vagyok szomorú, és szerintem ez nagyon jó. Hát az lényeg, hogy élvezzük az életet és életvidámak legyünk. Ez persze, ez a lényeg. Figyelj, azt figyeltem, hogy a legtöbb kamu profil a közösségi hálón a te nevedhez köthető. Te mit szólnál, hogyha megtudnád, hogy valaki visszaél a neveddel? Én erről tudok, én ebben tisztában vagyok, hogy vannak olyan emberek, akik az én nevemben... Engem is bögdösött már Csobot Adél. Én az én nevemben úgymond hát aktívak a Facebookon, és hát visszaírogatnak a rajongóknak. Igazából nincs mit ellene tenni, hiszen nekem megvan a saját hivatalos oldalam, ugyebár azt bárki láthatja, hiszen az ott van és publikálva van. Én örülnék, hogyha tudnák az emberek is tisztában lennek, hogy melyik az, amelyik tényleg én vagyok, és melyik az, amelyik nem, hiszen tényleg lehet, hogy valaki rossz indulatú, és az én nevemben olyasmiket ír, annak igazából nem nagyon örülnék, úgyhogy szeretném erre így mindenkinek felhozni a figyelmét, hogy jó lenne, hogyha tényleg velem szeretnének beszélgetni és nekem írni, akkor jó lenne megtalálni azt a rendeset is. Hát nyilván azt nem tudom, hogy lehet elmondani. Ugye ez nem lesz bevágva. Ezt így már el is mondtad. Jó van. Na figyelj, majdnem végezett a dalválasztásnál. Miklós segít, vagy ezt a kislányos karaktert, ezt mindenképp te akartad?
Igazából én nem gondolom, hogy ez kislányos karakter egyáltalán, hiszen nagyon sokszor megmutattam már a nőies oldalamat, mert a dal megkívánta azt, hogy egy picit érettebb nő legyen a színpadon, és nem egy kislány. Nyilván 18 évesként nem lehetek még annyira érett, és talán a legutóbbi dalomban is ez jelentkezett meg, hogy mutatkozott meg, hogy 18 évesen nem szerettem volna annyira érett nőként fölfogni ezt a dalt is előadni. De hogy szerintem volt itt már játékos kislány, volt itt már kacérnőcske, volt itt már picit érettebb nő, tehát hogy igen. Ezt én hozom magammal, de hát nyilván a mentorom az segít, hiszen minden dalt közös megegyezés alapján döntünk el, hogy akkor most melyik lenne a jó és melyik nem. Tehát, hogy nyilván nekem is van beleszólásom, de hogy így nagy részben ráhallgatok, hiszen ő a mentorom. Igen, egyébként az interjúkban is már végigment mind a három kategória, amit az előbb említette. Na és végezetül, ki az a mostani jelenlegi előadók közül, akivel szívesen énekelnél egy duettet, ha mondjuk most kéne választanod? Hát nem tudom, ezen nem gondolkodtam még el, mert tudom, hogy ha eljutok a versenyben ahhoz a részhez, akkor ezen majd gondolkodnom kell. Igazából én mindenkinek örülnék, hiszen biztos olyan énekes kapnék, aki tiszteletre méltó és értékes ember, úgyhogy én nagyon örülnék bárkinek, én nyitott vagyok bármire. Na hát a bármi az egy nagyon tág fogalom, Adél, köszönjük szépen, sziasztok!